Európa szerte romlik a járványhelyzet. Boris Johnson szerint nem lehet ismét a tavaszihoz hasonló módon teljes zárlat alá helyezni a brit gazdaságot, de a koronavírus járvány kórokozójának szabadjára engedése sem járható út. Kertész Róbertet kapcsoljuk Londonból. Ugye a brit miniszterelnök azt mondta, hogy szerdától 3 fokozatú készültségi rendszer lép életbe Angliába. Ez pontosan mit jelent? Örökölt kának nézőknek, valóban ez egy új rendszer. Kirívó sajátossága, hogy nincs benne alacsony fokozat. Rögtön a közepes fokozatnál kezdődik, tehát a 3 fokozat közepes, a magas és a nagyon magas szintű járványvédelmi készültség. Az országra általánosságban a közepes jellemző, ezt innen nincs hova csökkenteni, tehát nincs egy alacsony fokozat, amelyről ez csökkenthető. A közepes is azt jelenti, hogy nagyjából azok a korlátozások maradnak érvényben országszerte, amelyek eddig is érvényben voltak. Ennek fő elemei közé tartozik az, hogy 6-nál több nem egy háztartásban élő ember zárt térben nem vegyülhet egymásra, nem alkotott társaságot. Ez magánlakásokra is úgy vonatkozik, mint például az éttermekre, és az éttermeknek, puboknak, bároknak 22 órakor mindenhol be kell zárniuk. A magas fokozat, az egyre magasabb fokozat, ennél szigorúbb. Itt egyáltalán nem lehet vegyülni 6-nál több embernek magánlakásokban, és itt már belép az az opció, hogy a szabad tereken, köztereken is korlátozni kell az összejöveteleket. És a legmagasabb, ez gyakorlatilag egy kritikus fokozat, amely már is érvénybe lépett, illetve szerdától, holnaptól érvénybe lép a tervek szerint az északnyugati országrészben, különösen Liverpool nagyvárosban és tágabb környékén. Ez minden környezetben, tehát magánlakásokban, szabadtéren is betiltja a nem egy háztartásban élők egyáltalán a találkozását, tehát nem egy háztartásban élő családtagok sem találkozhatnak semmiféle módon, és itt már bejön például a vendéglátóhelyek bezárásának kötelezettségek, különösen a puboké és a bároké, az olyan vendéglátóhelyeké, amelyek nem elsősorban étel kiszolgálására szakosodtak. Az éttermek nyitva maradhatnak, de például ajánlott az edzőtermek, a játéktermek, a kaszinók bezárása is, tehát ez már egy nagyon komoly szigorúságú intézkedés, és ez fog életbe lépni Liverpoolban, ahol a legmagasabb minden statisztikai kimutatás szerint a fertőzöttségi arány. Vannak olyan adatok, hogy Liverpool egyes környék, városrészeiben és a környék egyes országrészeiben 100 000 lakosonkénti fertőzöttségi ráta meghaladja a 600-at. Ugye Nagy-Britanniában általában a 20/100 000 fős fertőzöttségi rátát tekintik annak a jelének, hogy a járvány ellenőrzés alatt áll, tehát ehhez képest azon a környéken 600/100 000 a ráta, tehát itt egy nagyon sürgős intézkedésre van szükség, azonban ez is egy kompromisszumos megoldás a jelek szerint, mert olyan hírek vannak, olyan nem hivatalos értesülések vannak, hogy a tudományképviselői ennél is szigorúbb korlátozásokat javasoltak a kormánynak, Boris Johnson azonban maximum ebbe volt hajlandó belemenni. Észak-Angliában több koronavírus kórházat készenlétbe helyeznek. Az országos átlagot jelentősen meghaladó ütemben növekszik ott a fertőzések száma. Pontosan miért van erre szükség? Az országszerte 7 ilyen kórházat hoztak létre még a tavaszi hullám idején. Londonban is van egy. Ezeknek a jellemzője az, hogy tábori jellegű kórházak, de rendkívül jól felszereltek, rendkívül korszerűen felszereltek, és intenzív kezelésre is alkalmasak. Pontosan ugyanazért van szükség arra, hogy Észak-Angliában ezeket a kórházakat most készenletbe helyezzék, amiért elrendelték ott a legmagasabb szintű készültséget. Ott a legmagasabb fokú a járvány elterjedtsége, a legnagyobb arányú, a fertőzöttségi ráta, és a cél az, hogy az állami egészségügyi szolgálat, az NHS kórházait nehogy maga alá gyűrje ez a járvány, tehát nehogy eljusson a reguláris kórházak kapacitásának határáig a járvány terjedése, odáig, hogy nem tudnak fogadni ezek a kórházak több beteget, és ezért rendelték el az egyébként jelenleg nem működő, bezárt készenléti kórházak készenlétbe helyezését, ha úgy tetszik, ezeken a térségeken, és ezek a kórházak a következő 2 héten belül kell, hogy készen álljanak arra, hogy betegeket fogadjanak, arra az esetre, hogyha az állami egészségügyi szolgálat kórházaiban megközelíteni akár csak a kapacitást is a kórház kezelésre szoruló súlyos állapotban lévő betegek száma. Mit mutatnak egyébként a legfrissebb számok?
Nagyjából a napi új fertőzöttségi szám, amelyeket szűréssel, koronavírus tesztekkel mutatnak ki, 13 ezer és 16 ezer között mozog az elmúlt két hét átlagában. Ugye korábban a tavaszi hullám csúcsán ez 5-6 ezer volt, de mindenki hangsúlyozza, minden szakember hangsúlyozza, hogy az akkori nagyon szűkös tesztelési kapacitás a valós esetek számának csak a töredékét szűrte ki. Most már vannak olyan statisztikák, vannak olyan statisztikai becslések, hogy március-április voltak olyan időszakok, amikor meghaladta a napi 100 000-et az új fertőzések száma. A mostani rendkívül magas tesztelési kapacitás valószínűleg sokkal közelebb jár a valós számhoz, tehát ez körülbelül 13 000-15 000 a napi új fertőzések száma, 50-70 között mozog a napi halálozási szám. Áprilisban fel kell idéznünk, hogy voltak olyan időszakok, amikor napi 1200 halálesetet jeleztek a brit egészségügyi hatóságok, tehát a halálesetek száma szerencsére nem ugrott meg egyelőre, nem követi ezt a tendenciát, de az egészségügyi hatóságok nagyon erősen és minden nap figyelmeztetik arra a kormányt, hogy ez nem biztos, hogy így marad, tehát mindenféleképpen fel kell készülni a kórházi kezelések számának jelentős emelkedésére, és sajnos ezzel együtt a következő hetekben a halálozások számának növekedésére is. Bár hangsúlyozzák azt is, hogy a kezelési módszerek most már sokkal jobbak, sokkal fejlettebbek, mint az áprilisi hullám idején, tehát valószínűleg és ebben reménykednek, hogy a halálozási szám nem éri el a tavaszi egészen rettenetes mértékeket most. Kertész Róbertnek Londonból köszönjük szépen!